Írszebb cipő. Nyakban kaszható stopperóra. Szobabicikli. Ezek a tárgyak jutottak akkor eszembe, amikor azon gondolkoztam, hogy honnan indultam és hogyan jutottam el idáig. 1998. január 1-én fogadtam meg először, hogy új életet kezdek és a rendszeres mozgást beépítem az életembe. Akkor éppen angol tanárként dolgoztam, sokat ültem és úgy éreztem, hogy erre feltétlenül szükségem lenne. És különböző mozgásformákba kezdtem, és ezekhez a mozgásformákhoz megvásároltam minden szükséges és szükségtelen hozzávalót a családom legnagyobb derültségére. Sok mindenbe belekezdtem, és a többségét abba hagytam. És aztán ezek a tárgyak a sarokba kötöttek ki porosodva, úgyhogy soha többet hozzájuk sem nyúltam. Még évekkel később is sokat nevettünk apukámmal azon, amikor éppen valami új mozgásba kezdtem, és megvettem a hozzávaló új szükséges eszközt, és apukám mondta nekem, hogy Veronka, emlékszel, amikor hírszebb cipőt meg nyakban kaszható stopper órát vettél, és így kocogott a mellkasodon, ahogy futottál? Most is ez lesz, majd megveszed, aztán a sarokba köt ki? És sajnos többségében igaza lett. Mert sokat akartam, de azt azonnal. Megfogadtam szilveszterkor, hogy a mozgást beépítem az életembe, és hosszú edzések formájába ez történjen meg azonnal. De akkor még nem tudtam, hogy létezik egy módszer, aminek segítségével a mozgás olyan automatikus része lesz az életednek, mint a reggeli fogmosás. Aztán 20 évvel később a jogával már nem így lett. És aztán először angol tanárként, majd jogaoktatóként és stúdióvezetőként elkezdtem figyelni a tanítványaimat. Figyeltem, hogy kirajzolódik-e egy minta, ami alapján megállapítható, hogy valaki gyorsan abba hagyja, vagy lesz olyan, aki aztán évek múlva is kitartó joga gyakorló lesz. És egy nagyon érdekes dologra lettem figyelmes. Azok a tanítványaim, akik az első óra után odajöttek hozzám, és azt mondták, hogy én elhatározásra jutottam, ezentúl én jogázni akarok, és rászállom ezt a hétfő délután 6 órát, és ők kitartóan emellett maradtak, mert csak ezt az egy napot fogadták meg. De azok a tanítványaim, akik az első lelkes jóga óra után odajöttek, és azt mondták, vele megtaláltam az utam. Én ezentúl mindig jogázni akarok. És tudod mit, adjál nekem egy 30-as bérletet, mert én ezentúl csak jogázni akarok. És róluk tudtam, később kicsit sajnálkozva, hogy ők lesznek azok, akik leghamarabb feladják. Mert valahogy ellobban a lelkesedés lángja. De miért foglalkozunk ezzel ennyit? Miért fogadjuk meg ilyen sokan szilveszterkor, hogy a következő évtől majd egészségesebben élünk? És miért hagyjuk abban ilyen gyorsan? A legfrissebb kutatások szerint egy átlagos ülőmunkát végző ember 10 órát ül naponta. Ülünk 8 órát a munkahelyünkön. Ülünk reggelizés, ebéd és vacsora közben. Ülünk munkába menet és jövet. Ülünk tévénézés és mobilizás közben. És egy átlagos ember, aki járt iskolába, az már 12, 16, 17 évet eltöltött üléssel iskolapadban. Egy vezető gyógytornász szerint Magyarországon mindnyájan, akik itt ülünk, már egy bizonyos stádiumában vagyunk a porckorokségnek. Csak lehet, hogy tünetmentesek vagyunk. Rengeteg panasszal fordulnak hozzám a jogásaim. Hátfájás, derékfájás, nyakfájás, fejfájás, túlsúly, keringési panaszok, cukorbetegség, depresszió. Egyszerűen halálra üljük magunkat. A Központi Statisztikai Hivatal egy 2017-es felmérése szerint nem elég, hogy ilyen sokat ülünk, de még a magyarok 51,2%-a egyáltalán nem mozog semmit. Az Egészségügyi Világszervezet az ülést és a mozgásszegény életmódot a negyedik megelőzhető halálokként tartja számon. Miért nem teszünk akkor semmit? Nem tudjuk, hogy mozognunk kellene? Szerintem sokan tudjuk, hogy mozognunk kellene. Szerintem sokan tudjuk, hogy rendszeresen kellene mozognunk. Miért nem teszünk akkor semmit? Miért esik ennyire nehezünkre, hogy csináljunk valamit?
Megkérdeztem a tanítványaimat, és közel 150-en válaszoltak. És két csoportra oszlott a véleményük, az egyik csoport azt mondta, Vera, én egyszerűen lusta vagyok, ennyi. A másik csoport viszont azt mondta, nincs rá időm. És tudom, hogy pont elég a családban és a munkahelyen is helytállni, anélkül is, hogy még magunkra is szánnánk időt. De mennyi az az idő, amennyit magunkra kellene szánni? Mennyi az az idő, amire nincs időnk? Mennyi az az idő, amire lusták vagyunk? Mindenkinek van a fejébe, gondolom, egy szám, hogy nekem fél órára, 60 percre, 90 percre lenne szükségem ahhoz, hogy jobban érezzem magam a bőrömben. De idáig el kell jutni? Mert hogy megtanuljuk a technikákat, akár jogáról, akár más mozgásról van szó, de nem tanuljuk meg a módszert. Mert ha napi szokásoddá akarod tenni a jogát, akkor kezd kicsiben. Egy percet adj magadnak. Mert a mai ember két dolgot akar. Sokat, és azt azonnal. Mint ahogy én is 20 évvel ezelőtt. De nem csoda. Hiszen ez ömlik ránk a világból, ez ömlik ránk a közösségi média oldalairól. Az XXL menük a gyors éttermekben, a ruhadömping a bevásárlóközpontokban, a Facebookról, internetről, Instagramról ránk zúduló képek tömege. És könnyű azt gondolni, hogy ha valami minél hosszabb és nagyobb, annál jobb. Sokat akarunk, de azt azonnal. Soha ekkora bőség még nem volt, mint ami most van, szolgáltatásokban és termékekben. Ahogy készültem erre az előadásra, minden héten megnéztem, hogy a YouTube keresőjébe, ha beírom, vagy a Google-be azt a kereső szót, hogy joga videó, erre mekkora találatot ad. Most tegnap megnéztem. 1.200.000 találat. 1.200.000 találat a joga videókra, és mégsem, vagy mégis ilyen rosszak a számok. Állunk itt, mint Buridan Samara, középen. Aki állt középen a szamár, egyenlő távolságra tőle két szalmavála. És ránézett az egyikre. Ó, talán a másikat kellene választanom. Vagy ránézett a másikra. Talán a másikat kellene választanom. És középen éhen halt. Egyszerűen fuldogtunk a lehetőségekben, és ahelyett, hogy választanánk valamit, megfulladunk. Talán nem meglepő, hogy joga tanárként nekem meggyőződésem, hogy a joga egy kombinált megoldás a mozgásszegény életmód és az ülés okozta problémák kezelésére és megelőzésére. Mégis, amikor a jogáról elkezdek beszélni olyanoknak, akik még nem hallottak róla, vagy csak keveset, akkor három fő sztereotípiával találkozom. Az első fő sztereotípia, amit a fiatalok mondanak. Ó, a joga nem nekem való. Nekem valami pörgősebb dolog kellene. A joga olyan 50-es háziasszonyoknak való, akik nem mozognak egyáltalán. És csak azért járnak jogázni, mert nincs pilátesz a városban. A második fő sztereotípia, amivel találkozom, az, amit az idősebbek mondanak. Á, a joga nem nekem való. Nem vagyok én ahhoz elég hajlékony. De nem csoda, mert ezt látjuk a közösségi média oldalain. Gyönyörű testű, 20 éves, fiatal nők és férfiak, trendi jogás ruhákban, lélegzetelállító vízesések alatt jogáznak. És könnyű azt gondolni, hogy ha így nem tudom, akkor inkább nem csinálom sehogy. És a harmadik sztereotípia, amivel találkozom, az a vallással kapcsolatos. A vallásosok azt mondják, hogy sajnos én nem jogázhatom, mert vallásos vagyok, és a jóga az ördög tornaórája. A vallással kapcsolatos második mondás, amit hallok, az, amit a nem vallásosak mondanak, és azt mondják, én sajnos nem jogázhatom, mert nem vagyok vallásos, és ahhoz legalább buddhista szerzetesnek kell lenni a Himalája tetején, hogy jogázhassak. Úgyhogy én elkezdtem figyelni a tanítványaimat, mert szerettem volna segíteni. Szerettem volna segíteni abban, hogy minél többen meg tudják tapasztalni a joga áldásos erejét. És figyeltem a joga tradíciókat, és figyeltem, és utána olvastam a modern viselkedés tudomány szokásokról talált eredményeit. És így alkottam meg a kék módszert.
A két módszer egy mozaik szó. Az első betűje a K. Kezd kicsiben. Kezd bolond biztosan kicsiben. Olyan kicsiben, hogy ne tud azt mondani, hogy én fáradt vagyok, nincs motivációm, nincs kedvem. Mondd csak azt magadban, hogy csak előveszem a jogamatracom. Vagy csak azt mondom, ma csak egy percet jogázok. Elvégzek egy ászanát, egy végző gyakorlatot, vagy kiválasztok egy mantrát. És ha ezzel végeztem, végeztem a napi feladatokkal. Ez a kék módszer. A második betűje az é. Égest hozzá valamihez. Kösd hozzá egy olyan szokáshoz, vagy cselekvéshez, amit korábban már csináltál. Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy sokkal könnyebb egy új szokást úgy kialakítani, hogy nem csak úgy hagyod lebegni a nap során, és azt mondod, hogy majd délbe, délbe azt mondod, majd délután, délután azt mondod, majd este, aztán szépen elmarad. Úgyhogy kösd hozzá valamihez. Mondd azt magadnak, miután reggel fölkeltem, egy percet jogázok. Vagy miután hazaértem, egy percet jogázok. Égest hozzá valamihez. Ez a kék módszer. A harmadik betűje a K. Kitüntetést érdemelsz. Király vagy. Ha belegondolsz, felnőttként hányszor dicsérnek meg minket? Hát dicsérd meg saját magadat. Mondd azt, hogy nagyon ügyes voltam. Húzd át egy hatalmas X-el a naptáradból, hogy a mai napot is megcsináltam. Vagy csatlakozz egy közösséghez, akik hasonló értékrend mentén jöttek össze. Ez a kék módszer. Ha napi szokásoddá akarod tenni a jogát, kezd kicsiben. Egy percet adj magadnak. És most sejtem, hogy most mit gondolsz. Lehet, hogy azt gondolod, hogy ez az egy perc tényleg ér valamit. De nekem 20 percre, meg fél órára lenne szükségem. Értem én, de odáig el kell jutni. És én nem azt mondom, hogy ha már rendszeresen mozogsz, vagy jogázol, akkor azt csökkentsd le egy percre. Ez egy szokás kialakító módszer. Hogyha nem jogázol, vagy nem mozogsz fél órát, vagy egy órát naponta, és lehet, hogy szeretnél valamit kialakítani, használd ezt. Amikor új szokást alakítunk ki, akkor az agyunkban új idegpályák születnek. De ezek még kicsik és vékonyak, ilyen kis bébi idegpályák. És ezeket a kis bébi idegpályákat szeretgetni, meg nevelgetni kell ahhoz, hogy a szokás megerősödjön. És hogy tudjuk ezeket nevelgetni, meg szeretgetni? Úgy, hogy gyakran ismételjük. De olyan dolgot tudunk csak gyakran ismételni, ami nem kerül nagy erőfeszítésünkbe. Nem kell hozzá motiváció, egy perchez még motiváció sem kell. Nem mondhatod, hogy egy percre nincs időd. Nem mondhatod, hogy fáradt vagy, hogy szőrös a lábad, ezért nem mész el jogázni. Egy perchez még motiváció sem kell. Kezd kicsiben. Mert én azt mondom, hogy keveset csinálni határozottan többet ér, mint semmit. Én azt mondom, hogy keveset rendszeresen csinálni határozottan többet ér, mint ritkán sokat. Ez olyan lenne, hogyha azt mondanám, hogy szerintem elég lenne, hogyha hetente csak két órát egyszer mosnám fogad. Hát sokkal jobb naponta többször kevés ideig. És lehet, hogy még mindig kételkedsz, és azt mondod, hogy hát az nem biztos, hogy olyan sokat ér. Most, ahogy itt ülsz, nézd meg, hogy hogy érzed magad a bőrödben, és hogyan ülsz. Úgyhogy most jogázom fogunk. Hol a szél? Arra kérlek, hogy csúszd a széked elejére. Csavarj egyet hátra a vállalatot, és nyújtózd meg a fejvetővel. Aj, de gyönyörű! Fondd össze az ujjakat, és légy szinkronra, a belégzésre nyújtod meg egyet föl. Ez valami csodálatos. Kilégzésre vissza. Orron keresztül, belégzésre föl. Kilégzésre oldalra. Belégzésre föl. Kilégzésre oldalra. Belégzés föl. Kilégzésre fogd meg az egyik kezeddel a háttámnak, a másikkal a térded, és nézz hátra a vállat föl. Belégzésre föl, és kilégzésre másik oldal, fogd meg a háttámnál, belégzésre gyere vissza közébe, nyújtózz meg föl, és kilégzésre engedd a kezed. És most nézd meg, hogy hogy érzed magad a bőrödben.
hogy azt hiszed, hogy csak nyújtózkodtál egyet, pedig egy percet jogáztál. Megnyújtóztattad az egész gerincedet, eltávolítottad az összetorlódott csigolyákat az ülés közben, azzal, hogy csavarodtál még a belső szerveket is megmasszíroztad, azzal, hogy légzésszinkronra végezted a gyakorlatot, egy koncentrációs feladatot végeztél, és még stresszoldást is. Úgyhogy most arra kérlek, hogy nyújj be a széked alá, és keresd meg, hogy milyen ajándékot készítettünk oda neked. Rá van ragasztva a szék. És vedd fel ezt a kalapot, és emlékezz a két módszerre. Egy percet adj magadnak. És holnap reggel, ha fölébredtél, emlékezz a két módszerre. Emlékezz arra, hogy kezd kicsiben, ülj az ágyad szélére, és végezz el ezt az egy percet gyakorlatot, vagy valami mást. És aztán ezt ismételd napról napra. Mert az egy perchez még motiváció sem kell. Kezd kicsiben. Egy percet adj magadnak. És most arra kérlek, hogy egy percre gondold át, hogy képzeld el azt, hogy idén szilveszterkor már jól eső megelégedettséggel dőlhetsz hátra, és mondhatod azt, hogy ezt kipipálhatom, a mozgás beépült az életembe. Már tettem és teszek rendszeresen az egészségemért, és ezáltal a családomért is teszek. És jövő év, január 1-én már megfogadhatsz valami teljesen mást, mert a mozgás már beépült az életedbe. És tudod, mi választ el ettől? Egy perc.